is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Sziasztok, készítek egy sajtó meghívásra érkeztem ide a Spirit Hotelbe. Egyébként, amikor megkaptam az e-mailt, láttam, hogy 10-12-én fog tartani ez a kis sajtó hétvége, és fellapozta a naptár, amikor láttam, hogy egyébként 12-én érkeznék én a Spirit Hotelbe, mire eszembe jutott, hogy mi már decemberben lefoglaltuk a nagymamámnak és a nagypapámnak, de ezt kapták karácsonyra, hogy elszünk itt együtt tölteni 3 teljes napot, úgyhogy egyből vissza is igazoltam a mostani eseményt, hogy igazából nem is 3, hanem 5 napot fogok itt tartózkodni, hogy ki tudjuk próbálni a legújabb újdonságokat, a kezeléseket, a legújabb innovációkat, hogy egy erőt tessünk be, hogy mik vannak most a szükségben. Van mindenféle gyógykezelés, masszázsok, kozmetika, rengeteg medencék, de tényleg most nem számolja, hogy hány medence van, de hát 10-20, rengeteg medencék van. Egy külön szauna világ is van, ahol valószínűleg videózni nem fogunk tudni, de egyébként videózni. See?
Spirit Hotelben Sárváron. Hogy el kell, hogy mondjak, hogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre győr után egy kicsivel, most már nem csak ott lehet jönni az autópály, egy szuper autósztráda vezet ideig, szóval Budapestről mindösszesen 2 óra az út, ez tényleg igazából semmiség. Pont arra tökéletes, hogy valaki tényleg szeretne kikapcsolni, elmenekülni a fővárosról, vagy saját kis otthonába, és szeretne pihenni, szerintem bárki számára elérhető. Rengeteg medence van, rengeteg kezelés van, isteni a konyha. Szerintem ezt a videók alatt egyébként láthatatok, hogy tényleg akkora választék van, hogy aki esetleg laktózérzékeny, mint én, vagy akár gluténérzékeny, vagy esetleg vegán, mindenki talál igazából harapni valót magának. Az időjárás igazából teljesen mindegy, ha jó idő van, ha hűvös van, mindenki talál magának programot, medencéket, szauna lehetőséget. Sauna szánszról ugye videót nem tudtunk készíteni, mert hát nem lehet a sauna szánszról videózni, de mindenképpen próbáltam ki, mert nekem ez a kedvenc programom. És ami még nagyon-nagyon extra, és egyébként Magyarországon szinte sehol se lehetett a szolgáltatást igénybe venni, mert ezt lehet szolgáltatásnak nevezni, képzeld el, hogy ide bármilyen kutyus lehet hozni. Tehát nem az van, hogy hozzá kutyát, de csak ekkora lehet, és akkor megezek Lióba, és akkor mindenki köszönni, hogy a robot, ez egy kis kutya, vagy nagy kutya, vagy nem tudom, és akkor jön egy nagy, habcsok, szőrös Lió. Itt kétre kell, pont két napra látunk egy olyan kutyus, mint anyukájának a nagy svájci juhásza, ami igencsak nagy is, és szőrös is, de itt van pont a hotel mögött, azt hiszem 3 vagy 4 óriás tó, egyébként körbe is lehet futni, lehet sétálni, hogyha valaki például házi kedvencével szeretne jönni, rengeteg kültéri program van, ahol lehet igazából sétálni, futni, a kutyáknak egyébként nem mondom, hogy lehet pancsolni, de egyébként tényleg szuper foglalmányosabb a számukra is. Ami még nagyon érdekes, hogy egyébként a hotel, ha jól tudom, akkor 11 éve nyitott, vagy pedig idén lesz 11 éve, és amikor először voltam itt 2014-ben, akkor számomra azt mondom, másoknak is inkább a Spirit Hotel egy ilyen romantikus, összebújós, olyan párocskáknak való hotel volt, de egyébként én voltam itt már a barátnőmmel, anyukámmal rendszeresen jövünk, anyukámmal a közös barátnőket már rengetegszer hoztuk el, és most már sokkal nyitottabbak a gyermekekre, és pont egy marketingessel beszélgettem, hogy egyébként hogy jött ez a váltás, vagy pedig hogyan jutottak el idáig, és egyébként tök jogos volt a válasz, hogy 10 éve, akik idejöttek úgymond még szerelmes pár, szinte mindenkinek van már gyermeke, és a gyermekükre szeretnének utazni, úgyhogy rengeteg anyalányás, apafiás program lehetőség van, úgymond így a wellness részlegen belül, ahol egyrészt lehetőség van arra, hogy tényleg a gyermekeknek legyen valami kis vigyázós kis kuckójuk és játéksarkuk, de ha valaki szeretne egy szuper programot úgymond és erősíteni az apafia kooperációt, vagy éppen anyalánya kooperációt, akkor most már erre is van lehetőség. Szóval összegezve ugye 2014-ben voltam itt először, és ahogy beléptem ide, én tudtam, hogy még sokat fogok ide visszajárni, ez így is történt egyébként. Szerintem a kedvenc hotelemnek mondtam, hogy Magyarországon a Spirit Hotel, tényleg imádok itt lenni. Úgyhogy ez az utolsó napom, most megyünk haza, egy utolsó kávét kértem még, egy kis kókuszos puszedlimet, ezt még elmajszoratom, és megiszom, és indulunk haza Budapestre. Sziasztok!